Új sportpályát adtak át Dombóváron, a Tolna vármegyei szakképzési centrum, Apácai Csere János Technikum és kollégiumban. A rekordtámborítású létesítmény a diákok és a pedagógusok számára minőségi munkakörülményeket biztosít, mondta Pintér Szilárd, a település polgármestere. Nyilván azt gondolom, hogy ez az intézmény életében nagyon nagy előrelépés, hiszen egy 1000 éves aszfaltos töredezett pálya volt itt. Nyilván ez a rekordtámpálya lassabban készült, mint egy klasszikus műfős pálya, hiszen teljesen más technológiával épül, de azt gondolom, hogyha körülnézünk, megérte a türelmet, hiszen egy olyan szép létesítménnyel bővült a középiskolánk, amelyet remélem, hogy a gyerekek és az ide látogatók nagy örömmel fognak majd használatba venni. A körülbelül 50 millió forint értékű beruházás hosszú folyamat volt, mondta Lőce Tibor, az iskola igazgatója. Első körben a régi pályát kellett ugye félig meddig elbontani, ennek a tetejére került egy betonréteg, amit aztán befettek, körbekerítettek és befettek ezzel az új, nagyon korszerű anyaggal, ami hát sokkal jobb, mint a régi volt értelemszerűen. A mindennapos testnevelés fontos a fiatalok számára, ehhez pedig elengedhetetlenek korszerű sportlétesítmények, mondta Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja. Azt gondolom, hogy ez a pálya nyitott a város számára, a városi csapatok számára, a sportolni vágyók számára, mert hogy ezzel is hozzá tudunk járni ahhoz, hogy Dombóvár sikeres legyen. A beszédeket és a szalagátvágást követően kézilabda mérkőzést rendeztek.